probléma lépett életbe, úgyhogy a Facebook élő csatornáján léptünk be, és... Majd most indul mindjárt. Igen. Most kezdheted. Szép jó napot ismét, sajnos technikai problémánk lett, a technika ördöge megviccelt minket, úgyhogy elnézést kérek egy kis csúszásért, de folytatnánk is tovább Pető Anikóval, az ARZON Consulting ügyvezető igazgatójával, HR téma a héten. Azt boncolgatjuk egész héten, és most pedig arról beszélgettünk egyébként, hogy érdemes-e még egyébként minőségi cserét beiktatnunk, ha eddig még nem tettük meg. Azt gondolja Anikó, hogy igen, rengeteg ilyen kompetenciával rendelkező álláskereső van, akit azt gondoljuk, hogy még elérhető áron meg is tudjuk szerezni. Ugye Anikó, erről volt szó. Igen, szeretettel köszöntök mindenkit. És néhány sztorit is mondanék közben, de ami fontos, hogy most a munkaadóknak jó, ha ugye látókörébe bekerül, hogy egy picit érdemes rugalmasabbnak lenniük a toborzás során, mert olyan értékű szakemberek kerültek ki a piacra az elmúlt néhány hónapban. Statisztikai adatok szerint 180 ezer 180 ezer fő került ki, de gyakorlatilag azt mondják, hogy ha tovább terjed a hullám, akkor ez ennek többszöröse is lehet. És aki kompetencia alapon el tud kezdeni toborozni, tehát nem ragaszkodik hozzá, hogy ez a munkaköri leírás, ezt az embert kellett elengednünk, vagy minőségi csere miatt ezt szeretnénk jobbá tenni, hanem nyitott arra, hogy felméri, hogy milyen tulajdonságok, milyen jegyek kellenek ehhez, és ezt keresi, akkor most simán belebotlik olyan anyagokba és a mögötte lévő emberekbe, akik hosszú távon gondolkodnak, biztonságra igyekeznek törekedni a jövőben, és ezt kihasználva gyakorlatilag olyan versenyelőnyhöz juthatnak, ami 3-5-10 éven belül is sikerhez segítheti őket. Csak egy történet, nem tudom, az előbb átmente, de szívesen elmondanám, mert a napokban találkoztam egy olyan emberrel, aki a médiaiparban dolgozott, szállítmányozási szakértőként. Az ő feladata volt, hogy díszletet és minden egyebet a filmforgatáshoz, akár Panamából Tájföldre 2-3 nap alatt intézze, hogy átkerül, és ő volt az, aki akár napi 20 órát dolgozott, egy héten 7 napot, állandó rendelkezésre állás, szállítmányozási területen, Európa és világszinten mindenhol volt tapasztalata, és mivel ez az iparág épp haldoklik és bedől, gyakorlatilag a fizetését mondhatni, hogy a harmadáért, de kevesebb, mint a feléért fogalmazunk itt így pontos, szeretne itthon munkát találni, és gyakorlatilag egy 40 éves sincs, fiatal, lendületes, rugalmas, és kint van a munkaerőpiacon. És ilyen történetekből hetente 5-10-15 érkezik hozzánk, akiket bármilyen területre, ahol szervezés, rendelkezésre állás, józan paraszti ész szükséges, és a kreativitás, spontaneitás, oda koordinátori, projektmenedzseri feladatokra bárki fel tudja venni féláron. Tehát, hogy ezeknek a történeteknek most van itt az ideje, most virágzik, de persze kell hozzá az a fajta nyitottság, rugalmasság, hogy interjú közben ne azon menjünk kizárólag végig, hogy mit csináltál, hanem hogy azt hogyan csináltad, milyen képességeket használtál ehhez, hogyan tudod azt más területen kamatoztatni, tehát, hogy úgy mindsetben is álljunk át egy picit, más kérdésekkel, más történetekkel Hát az készüljünk. interjú folyamat is legyen egy kicsit rugalmas. Igen, De... igen. Igen, az most nagyon megtérül, ha valaki el tud vonatkoztatni az eddig jól bevált és működő rendszereitől, és egy picit, nem szeretem ezt a szót, hogy komfortzóna, de hogy túllép a megszokott dolgokon, mert akkor tudnak ezek a történetek kibontakozni és előjönni, hogyha nem követjük és ismételjük az eddigi módszereinket. De a kommunikációban is változtatni kell ahhoz, hogy eljusson a leendő munkatárshoz az, hogy egyébként mi nyitottak vagyunk és rugalmasak. Igen, abszolút. És ami nagy előnye volt ennek az elmúlt néhány hónapnak, hogy a járvány időszaka alatt sok olyan csatornát erősítettek meg a cégek digitális felületeket, ami eddig ezért sok cégnél nem volt elsődleges kommunikációs felület. Tehát, hogy látjuk, hogy az Instagram, a Facebook, a Facebook élő videók, a kapcsolatépítés, és nagyon sok terület szó szerint, mint egy tűzmadár most élet föl igazán, és ezeket a felületeket remekül tudjuk használni majd toborzásra is,
hogyha már eddig kiálltunk vezetőként, és kommunikáltunk a cégünkről, mit csinálunk, mi hogy csináljuk, hogy oldjuk meg, akkor gondoljunk egy kicsit tovább ezt a felületet, és kommunikáljunk most arról, hogy hogyan működik az üzletpolitikánk, mit köszönhetünk az embereinknek, milyen embereket keresünk, hogyan keressük azt, hogy jelentkez hozzánk, és aki már jó gyakorlatot szerzett, mint vezető a kommunikációs felületeken esetleg, akkor az most álljon ki, ha eddig nem is toborzott, de nyugodtan elmondhatja, hogy én keresem a munkatársamat, ilyen és ilyen emberként szeretnék ilyen kollégákkal együtt dolgozni, tehát, hogy nyilván az egy nagyon pozitív kép a jelöltek szemében is, ha valaki megmutatja magát, hogy ki az, aki keresi a kollégáját. Akkor érdemesebb a keresőportálok helyett saját magunkat bemutatni, és akár Facebook élőben keresni a hozzánk hasonlókat. Ezek kiegészítik egymást, ezek az eszközök. Azt gondolom, hogy elér egy tömeget a hirdetés, mert akik állást keresnek, azok aktívan, lehet, hogy ugyanazokat a csatornákat nézik, de van egy követőtáborunk, akiket meg tudunk szólítani, és bár eddig nem keresett állást, de felkelti a figyelmét, hogy egy ilyen habitusú vezető annyira pozitív hatást gyakorolt rá, hogy ilyen és ilyen intézkedéseik voltak, hogy lehet, hogy elgondolkodik rajta, lehet, hogy van az ismeretségi körében olyan, és itt ennek megint megerősödik a szerepe a kapcsolati hálónak, mert sok cég azt mondja, hogy nem kell kitenni a hirdetést, mert annyira sokan jelentkeznek hozzájuk, és ha felad is egy hirdetést, jön rá 100 CV, meg az ajánlások, hogy inkább azt mondjuk, hogy ha ezen a felületen mondjuk Facebook, csak maradjunk ennél, kiraktam egy kis videót, hogy keresgélek, lehet, hogy a követő táboromból nem jelentkezik senki, de azt mondja a szomszédjának, a volt barátjának, a nem tudom kinek, hogy te képzeld, az a cég, aki milyen zseniálisan kommunikált végig itt az elmúlt hónapokban, most munkatársat keres, hogy csatlakozná le, itt egy lehetőség, akkor szájról szájra terjed majd a hír, és ennek is van értéke. Nem biztos, hogy kézzelfogható, tehát nem tudjuk utána mérni, hogy megjelentettem ezt a videót, és 5 ember jelentkezett, de brand szempontjából sokkal többet számítanak ezek a kis szösszenetek. És szerinted melyik az a terület, ahol önerőből keressünk munkatársat ilyen módokon, és melyik az a terület, vagy melyik az a pozíció szerinted, ahol kérjünk külső segítséget? Mindenképp ott érdemes külső segítséget kérni, ahol a személyiség felméréséhez esetleg mélyebb szaktudásra van szükség, akár pszichológiai tesztek, vagy akár többkörös interjú, amikor azt látjuk, hogy biztosnak kell lenni ebben, és az utolsó 3-5 jelölettel találkoznánk. Tehát egy administratív területen, marketing területen mondhatjuk azt, hogy úgyis bejön 200 CV, az a másik véglet, hogy de mire azt leszűröm, az 6-7, és mire találkozok Igen. azzal a 10-15 jó emberrel, és még egy kör, és több mint valószínű, hogy ahol nagyon sok a jelölt, ott több a kör is, tehát előszűrés szempontjából ott általában elmennek, nehogy Isten, 3-4 körig is, ahol kevesebb a jelölt, ott nyilván egy-két körben megállnak a munkaadók is. Tanácsadóhoz akkor érdemes fordulni, amikor esetleg nincs ennyi időnk, mert egy jó tanácsadó, nyugodtan kijelenthetjük, hogyha 3-5 nap alatt nem állít jelöltet, ott már ott nem jó vagy a kapcsolati háló, vagy azon a szakterületen nem túl erős. És ha 5 napon belül elkezdenek érkezni a nevet, hogy kiket interjúznak, azzal már tud kalkulálni, hogy egy hónap múlva meg lesz az emberem, aki belép, számíthatok rá, ahol időnyomás van, ez a rövid válasz időnyomás esetén, ha azon a szakterületen nincs kiforrott kapcsolati hálója a munkaadónak, vagy nem akar konkurenstől elhozni, és csak ott van ismerettsége, hanem kinyitná az ollót, és akkor jöhet mindenhonnan, akkor ezt nagyon gyorsan át tudjuk szűrni, 2 hét alatt szintén ott a jelölt legeslegkésőbb. Illetve ha azt látja, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok a jelölt, és szükség van olyan pszichológiai háttérre, felmérésre, beilleszkedés miatt nagyon homogén a csapat, vagy olyan a vezető, akivel a balanszt megtalálni szintén egy szakmai kihívás, akkor ezeket nagyon jól elő lehet szűrni szintén 2-3 körben, és ő már csak azt látja, aki biztos, hogy alkalmas. Tehát ez a 3 pont, mi azt vettük észre, hogy a megrendelőinknél ezek a nyomógombok, hogy ilyenkor érkeznek a megrendelések többnyire. És akkor időt, pénzt, energiást takarít igen, meg. Igen, igen. Szoktuk mondani, ez nem olcsó szolgáltatás, de mi olcsóbb, ha nem válik be, és 3-6 hónap múlva mennie kell, és investáltam akár, kiszámoltuk, hogy 3 és 5 millió között van egy nem bevált munkaerőnek a költsége, vagy mondjuk 1-2 millió, hogyha olyan embert keresünk, de mondjuk pár százezertől vannak már ezek a keresések, azt kifizetjük, és garanciát vállal a cégünk, tehát, hogy itt nem nagyon lehet mellé nyúlni, és minden fejvadász cég garanciát vállal,
Tehát, hogy ezt kell igazából mérlegelni. Vagy próbálja meg a megrendelő, futassa végig, és az ő szakmai tapasztalatait átadva nekünk, hogy miért nem sikerült, mi már a nyomvonalon fixen csak azt csináljuk. És azt szeretném megkérdezni, közben lecsekkoltam, minden rendben. Azt szeretném megkérdezni, hogyha az árak lejjebb mentek, akkor lejjebb mentek a szolgáltatási árak is? Igen. Sőt, azt is észrevettük, hogy nagyon sok olyan egyedi igény merül fel, ami nyilván kompromisszum, hogy és ebben rugalmasnak kell lenni a szolgáltatóknak, mert első az ügyfél, de hogy nem feltétlenül az árak csökkennek, hanem vagy a fizetési konstrukciót változtattuk, hogy akkor nem egy összegben, hanem részletben, vagy a garanciaidőt kérték, hogy növeljük, ezt akár meg is dupláztuk. Tehát, hogy azt látjuk, hogy ami az ügyfélnek elsősorban előny, anyagilag, vagy időben, vagy bármiben, vagy azt kéri, hogy 3 nap múlva mindenképp szeretne egy jelöltet, és akkor prioritást kér arra a szerződésre, vagy nem engedi a kizárólagosságot, hanem dolgozzon együtt 3 cég, mert most ez a fontos. Tehát, hogy ilyeneket látunk, és azt is, hogy sokszor határozzuk meg, a díjunk eddig nekünk éves díjnak volt a 100%-a, hogy most nem százalékos összegeket adunk, hanem fix díjat. Ez a pozíció ennyit kereshető, hogy kalkulálni tudjon, hogy ne legyen meglepetés, hanem egy tervezhető összeg legyen, és minden szolgáltatónak szerintem kutya kötelessége, hogy az ügyfél érdekében együtt megtalálják most a kompromisszumokat. Ezért szolgáltató. Ezért szolgáltató, tehát, hogy a piacon szeretne maradni, és megbecsülni azt az ügyfelet, aki őt mondjuk bennünket is 15 évig szeretett és kedvelt, az a legkevesebb, hogy rugalmasak vagyunk. Igen, köszönöm szépen. Hogyan növeljük egyébként a cégek respektjét ebben az időszakban, a jelentkezők szemében? Tehát ez nagyon fontos, ugye ők viszik a hírét a cégeknek. Zseniális kérdés, és köszönöm, hogy előjött, mert az a tapasztalat, hogy egy-egy rossz interjú 7-10 emberhez visz negatív tapasztalatot. Tehát, hogyha egy mérnököt interjúzunk, és az az interjú esetleg szakmailag vagy emberileg nem állja meg a helyét, az a mérnök 7-10 embernek fogja elmondani a negatív tapasztalatát. A pozitívat nem mondjuk, ugye szoktuk mondani, hogy a pozitív az alanyi jog, tehát, hogy ezt várjuk el, ezen nincs mit beszélni, de a negatív gyorsabban terjed. Tehát, hogy az interjú körülményeire is figyeljünk, ha érkezik. Tudom, hogy már nem kell erről beszélni, de az egy pohár víz, vagy bekészíteni egy pogácsát, vagy megkérdezni, hogy hogy érkezett, sikerült-e parkolni. Tehát, hogy ezek a nagyon pici emberi dolgok felerősödnek, hiszen lehet, hogy szorong, lehet, hogy még nem gyakorlott interjú közben, lehet, hogy neki is vannak kérdései, és eltesszük feltenni, hogy önnek van-e kérdése, mi csak elmondjuk, hogy mit akarunk, megkérdezzük, aztán viszontlátásra, hogy ezeket a körülményeket hangsúlyozunk, illetve készüljünk fel az önéletrajzból, ne ott kezdjük el bogarászni. Elképesztően pici dolgok, de ha bármi rosszul csapódik le, az, ha kimegyünk és visszaemlékezünk, sokkal nagyobbnak fog tűnni, mint ott gondoltuk. Illetve az őszintesség, hogy gyakran halljuk azt, hogy elmondanak valamit interjún, és 2-3 hónap múlva, hát ez nem igazán így van, nem is kell használnom a nyelvet, nincs is annyi projekt, tehát, hogy amit elvárunk a jelöltől, hogy legyen őszinte és legyen bizalom, azt adjuk meg mi is neki. Igen, hogy a kölcsönösség, ez a jó szó, hogy legyen az interjú mindig kölcsönös. Igen, és hogyha nem is veszük fel, mert nem őre esett a választás, akkor is nem mindegy, hogy milyen hírt visz rólunk. Pontosan, nagyon-nagyon-nagyon sokat jelent, és borzasztóan elkezdtek terjedni az elmúlt 1-2 évben a Glassdoorhoz hasonló oldalak. Pont tegnap kaptam egy Facebook csoportba meghívást, ahol az interjúját jelöltek, leírják a véleményüket HR-eseknek. És hát erős, tehát, hogy figyeljünk arra, hogy ezek az emberek, mivel felerősödött, hogy mindenki individualista, és el akarja mondani, hogy mit evett, hol ettem, milyen volt az a kaja, hogy érezte magát, becsekolt, el akarja mondani, milyen volt ez az interjú, kivel találkozott, be fogja jelölni LinkedIn-en. Ne adj Isten, ha jól sikerült mondjuk egy pozitív recommendation-t, hogy köszönöm az interjút, és bármi, de ha negatív, akkor megjelennek ezekbe a csoportokba, és egyre több van, ott van az Indeed, ott van a Glassdoor, és írják a véleményüket, hogy mit éreztek. És ez valószínűleg divat lesz, tehát, hogy egyre inkább ez... Egyre inkább, és a jó munkáltatók, akiről jó a vélemény, elindulnak fölfelé, a rosszak lefelé, és most már rá lehet keresni. Magyarországon még nem sok cég van mondjuk egy nemzetközi Glassdooron, de vannak magyar oldalak, ahol szintén írják a véleményeket, és akinek pozitív ez a véleménye, azt buzdítják, hogy írja le, mert az jó renomé a cégnek. Akinek negatív, az meg írja magától.
és nemrég olvastam felsővezetőtől, vice presidenttől visszajelzést magyar cégnél magyar oldalra, és egy vice president leírja, hogy mennyire negatív volt az interjú, és mennyire negatív volt a körülmény, akkor az nem 5-10 emberhez jut el, hanem több százhoz, és egy vice president negatív Igen. véleményre azért sokan hallgatnak. Nem mondom, hogy ez mindig kőbe vésett, és mindig jogos, amit leírnak, de ezt nem fogja mérlegelni, aki elolvassa, hanem azt mondja, hogy ez egy negatív vélemény. És nem fogják megkérdezni, hogy miért itt történt, és nem fogják a másik oldalt sem megkérdezni. Tehát, hogy Igen. ezeknek súlya van. Igen. Súlya Ezekre van. figyeljünk oda. Én is ezt mondom. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy elfáradtál, és elfogadtad a meghívásunkat. Én egy picit összegezném, vagy segíts összegezni a mai nap hallott dolgokat. Szóval, nyugodtan nézzünk körül jelenleg az álláspiacon. Nézzük meg, hogy milyen kompetenciával rendelkező álláskeresők vannak, és most árérték arányban nagyon-nagyon-nagyon jó befektetést tehetünk, eszközölhetünk jelenleg. Figyeljünk oda az interjúztatásra, a munkatársakra, hogy hogyan teszik ezt meg, milyen hírt fognak rólunk mondani utána, illetve még mi volt, milyen téma volt, hogy élőben jelentkezzünk, mutassuk be magunkat, hogy kihez érkezik az a leendő munkatárs. Igen, figyeljünk a LinkedIn oldalunkra, csak egy zárójel, hogy a jelöltek most már rákeresnek, kihez érkeznek, ők is szeretnék tudni, ha már a CV-jüket beadták. Mondjuk ez diplomások nevezetőknél jellemzők, hogy megnézzük az interjúztató nevét, hová mennek. És ha azt érezzük, hogy jól sikerült az interjú, és beletettünk mindent, és érezzük a másik oldalon is, akkor nyugodtan kérjünk visszajelzést akár. Tehát, hogy mi is építkezzünk a pozitív és negatív dolgokból, mert ez minket is előre visz, tehát ne féljünk a kritikától, ahogy mi is megkérdezzük, hogy érezte magát, ezt visszafelé is tegyük meg. Remélem, jól érezted magad. Köszönöm szépen a meghívást. Bízom benne, hogy néhány infót esetleg a gyakorlatba is átültetnek majd a hallgatók. Mi is fogjuk használni. Köszönjük szépen. Kövessetek minket a Facebookon. Fogunk jelentkezni holnap és holnap után is, reggel 9 órakor. Remélem, hogy technikai hiba, probléma nélkül Roli jön. Egyébként holnapi nap meglepetés vendéggel, de ugyanúgy a HR lesz a téma. Kövessetek minket a YouTube csatornán, tudjátok, van játék, tudtok nyerni Body Shop ajándékcsomagot, úgyhogy gyertek, várunk titeket. Sziasztok! Sziasztok!